Nyolcadik alkalommal ért el országos bajnoki címet a szekszárdi Ördög Attila a kiskaliberű puska open kategóriában, míg a nagykaliberű változatban pedig ezüstérmet szerzett a felső tárkányban megrendezett megmérettetésben. Hát a Steel Challenge az egy Amerikából induló sportág, most már lassan 40 éve folyik ez a versenyzés nemzetközi szinten, ennek egy nemzetközi szabálykönyve van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 8 kötött pálya, és ez benne van a szabálykönyvben, tehát le van írva, hogy pontosan hogy kell felépíteni ezeket. Minden pályán 5 fémcél van, és ezt az 5 fémcélt kell a versenyzőnek minél rövidebb idő alatt meglőnie. Egy-egy pályát 5-ször teljesít, amiből a legrosszabb ideje kiesik, tehát a 4 legjobb ideje adódik össze, és az összes pálya összidejéből jön ki a versenyideje, ami alapján rangsorolják a versenyzőket, és értelemszerűen aki a leggyorsabb, az nyeri a versenyt. Tehát ez egy teljesen egyedileg épített fegyver, ez a nagy kaliberű open puskám. Az open az ugye azt jelenti, hogy igazából sem az irányzék, sem a különböző tartozékok tekintetében nincsen megkötés. Megkötés igazából abban van, hogy milyen kaliberű maga a fegyver. Ez egy 9 mm parabellum lőszerrel működő félautomata puska. A kis kaliberű fegyverem az egy Ruger 10-22-es, ugyanazt az optikát használom egyébként mind a kettőn, ez is egy open fegyver. Itt már nem használok kompenzátort, mert nem tartom indokoltnak. Ez egy lényegesen kisebb mozgásokat produkáló puska, ez 22 LR kaliberrel működik. Ez is félautomata. Elárulta, folyamatosan szinten kell tartani a lövész mentális képességeit, mert egy pillanatnyi koncentráció kiesés súlyos tizedmásodpercekbe kerülhet. Ez felső tárkányban volt, ez Eger mellett egy nagyon nagy tereplőtér, ott volt most ez az országos bajnokság, illetőleg minden évben ott rendeznek egy nemzetközi versenyt is, ez a Central European Open, ahol hát ugye nem csak a hazai élvonal, hanem azt lehet mondani, hogy az európai puskás-pisztolyos élvonal is képviselteti magát. Tehát szeptember elején lesz a Central European Open, ami komolyabb edzés munkát fog igényelni. Arra próbálok a nyár folyamán kisebb versenyekkel, illetve rendszeres edzésmunkával felkészülni. Amit, mint ugye említettem, ez szintén felső tárkány. Én azt szoktam mondani, hogy a lövészet ez a fegyelem sportja. Mentálisan nagyon koncentráltnak kell lenni a versenyzőnek, illetőleg egy-egy ilyen verseny azért fizikálisan is megterhelő tekintettel arra, hogy reflex versenyzésről van szó, tehát itt gyorsasági lövészetről van szó. Azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen verseny elkezdődik reggel 9-kor és tart mondjuk délután 3-4 óráig. Ezt úgy kell elképzelni, mintha ennyi idő alatt az ember folyamatosan piros pacsizna valakivel, tehát ez mentálisan egy ilyen jellegű megterhelés. Sokszor edzésről is az ember tényleg 50-nel gurul haza az autóval, mert úgy elfárad fejbe. Úgyhogy mindenképpen szellemileg is, fizikailag is egy nagyon jó kondit igényel ez a fajta versenyzés. A következő megmérettetésre szeptember elején kerül majd sor, ahol nemzetközi versenyzőkkel mérheti összetudását Ördög Attila.